13. alkalommal gyűltünk össze azért, hogy összeütsük a búzát, amit a kárpát-medencei gazdálkodók adományoztak. Egy olyan programról van szó, ami megszázszorozta önmagát ezen időszak alatt. Ez a gazdálkodóknak a segítőkészségét, a tetrekészségét és a szolidaritását nagyon jól mutatja. A megyével befejeződött a búza gyűjtése, 208 tonnát gyűjtöttünk. Ez minden idők legnagyobb mennyiségű gyűjtése, és úgy gondolom, hogy ezzel is kifejeztük azt az összetartozást, aminek tulajdonképpen a szellemiségét tartalmazza a magyarok kenyeret, 15 millió búzasem gyűjtési akció. Az agráriumban ez az egyik legnemesebb program. Ha belegondolunk abba, hogy határon innen is túl összefogja az egész gazdatársadalmat, jelképezi a 15 millió búzaszem, a 15 millió magyar embert, és hordozza magában az üzenetet, hogy ha csak búzaszemek vagyunk, akkor elpergünk egymás mellett, akkor egyenként vagyunk. Viszont, hogyha átlényegülünk, ha kenyérré válunk, akkor egy nemzetet tudunk alkotni. Ez a lelki közösség, ez ad mindenhez erőt, ez adja meg a lehetőséget az adományok gyűjtéséhez, ez adja meg a lehetőséget arra, hogy valóban a rászorulókat érdemben tudjuk segíteni, és így tudtunk ösztöndíjprogramot is indítani. Mi köszönöm mindannyiuknak azt, hogy ebben a programban most már több mint 10 esztendeje részt vesznek, és igazán felemelő érzés. Ilyenkor összeöntve a búzát arra gondolni, hogy mennyi valóban éhes száját fogunk tudni majd ezzel megetetni.